Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge, ahol a mester összes filmjét végignézzük, ma pedig a farmer felesége következik. Gyönyörű vidéki környezetben van egy farmer, szegénynek rögtön meg is hal a felesége. Nem sokkal ezután a lánya férjhez megy, úgyhogy a csávó tényleg nagyon magányos marad. Araminta segítségével összeírja, hogy a környéken milyen nők élnek, akikkel esetleg újra összeházasodhatna. Rögtön meg is kéri az elsőt, de ez egy független nő is szeretné, ha ez így is maradna. A második jelölt épp egy bulit szervez, amikor őt is megkéri, de azt szintén elutasítja. Az ember duzzog az udvaron, amikor befut a harmadik jelölt, hát gyorsan megkéri őt is, Araminta drukkol, de arra senki nem számított, hogy a nő idegrohamot kap. Ez az újabb elutasítás már a szolgálónak is ciki, Araminta meg szegény nagyon szenved, mert hogyha idáig nem lett volna egyértelmű, akkor valójában ő szerelmes a csávóba. Aki elmegy a negyedik nőhöz is, de hiába. Aramintával kivesézik a férfinői kapcsolatok minden csinyát, binnyát, amikor jön a kulcs jelenet, a korábbi kudarcok szellemképei megjelennek a volt feleség székében, amire egyszer csak maga Araminta ül le, és a farmer megvilágosodik. A csók az valamiért elmarad, az már Hitchcocknak is sok lenne. Befut a korábbi két lány, mert meggondolták magukat, de már késő. Úgyhogy egy újabb hisztériás rohan, de a többieket ez már nem zavarja, hanem kocintanak. Eredetileg ez egy színpadi mű volt, ami több mint 1300 előadást élt meg Londonban, és egy ilyen sikeres előadást meg kell filmesíteni. Beindult a harc, hogy kié legyen a presztízs, ki fogja megnyerni a feladatot, és bizony Hitchcock lett a rendező. Bár utólag nem túl hízelgően nyilatkozik erről a filmről. Mivel drámáról van szó, ezért tele van párbeszéddel, ami filmben nagyon sok feliratot jelent, ez pedig a mester utálja. Végignézve a filmet azt mondom, hogy remek nyelvtanulási lehetőséget nyújt annak, aki arra kíváncsi, hogy a 20-as években hogyan is képzelték a vidéki angolt. Imádom a csávó állandó csajozós dumáját, olyan ember vagyok, akit egy kisgyerek is tud vezetni, de egy hadsereg sem képes irányítani. Általában nem jött be neki. Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy a Hitchcock Challenge-nek van egy rokona is, mégpedig a Sex Challenge. Gondolkodtam, hogy mit jelenthet ez a felirat, és ezzel nem vagyok egyedül. Belefutottam a Hitchcock 52 című weboldalba, ahol a kolléga ugyanúgy végignézi Hitchcock összes művét, és mindegyikről ír egy esszét. Na most ennek a Sex Challenge-nek ő annyira utána ment, hogy elment egy könyvtárba és megszerezte az eredeti drámának a leíratát, és megnézte, hogy ez a szereplő milyen nő, ő arra gyanakodott, hogy leszbikus, de aztán kiderült, hogy ez egy szűfrazsetszerű nő, aki ezt arra értette, hogy a társadalmilag hasznos ügyek melletti kiállása ellenére is kedveli őt ez a férfi. A filmben nagyon sok a helyzet komikum, és tényleg nagyon jók a színészek, például a szolgáló, Gordon Harker, ő már az előző filmben a Ringben is egy nagyon vicces figurát játszott, itt pedig tovább viszi ezt a karaktert. Szépek a tájképek. Az egész film úgy indul, mint egy matiné előadás, és Hitchcockot is annyira megihlette ez a környék, hogy a forgatás után vett ott egy házat. Sajnos menet közben lebetegedett az operatőr, így egy idő után Hitchcock maga vette át a kamera irányítását és a világítást. Én azt vettem észre, hogy eléggé átgondoltam van fölvéve a film, egyre többször mozgatja a kamerát. Például ez a snitt itt a tömegen keresztül, ilyet ma is láthatunk bármelyik sorozatban. A forgatókönyv alapvetően kevés lehetőséget adott a saját stílusát érvényre juttatni, de itt van például ez az üres szék, ami Hitchcocknak köszönhetően nyert jelentést. Aramintát is ügyesen játsza be, jól elhelyezett közeli képekkel, hogy már időbe tudjuk, hogy majd ő lesz, aki választott. Annyira nagy dobás volt ez a film, hogy kiment a forgatást meglátogatni az akkori miniszterelnöknek a felesége is. Viszont sajnos azóta a film fölött eljárt az idő, hiába vígjáték, ez ma már annyira nem működik. Hosszan vannak kitartva a poénok, egy kicsit avitt. Elég rossz minőségben, de fent van a YouTube-on, ide a leírásba beteszem a linket, és végezetül megmutatom a kedvenc snittemet.